Tisztelettel köszöntöm Önöket, a héten tartotta évzáróját a Volánfehérvár, az öttusázók, és hát ezen a rendezvényen is elhangzott, hogy mind sportszakmailag, mind pedig, hát ha lehet azt mondani, sportdiplomáciailag is sikeres esztendőt zártak a volánosok. Ennek részleteiről beszélgettünk itt a stúdióban Vörös Zsuzsával, szakosztályigazgatóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. Köszöntelek a stúdióban. Brecz Gyula ezen a rendezvényen a Magyar Öttusa Szövetség elnöke azt mondta, hogy még egy olyan település nincs Magyarországon, amelyben olyan széles tömegbázisa lenne az öttusának, mint itt a Bajnokok városában. Nyilván ez a történet azért nem most kezdődött, hanem ennek az alapjait már jóval korábban raktátok le. De mégis mi a titka a fehérvári öttusának? Hát igen, amit mondtál, a hagyomány, hogy már nem most kezdődött itt a sportág, és eléggé ismert lett az öttusa. Illetve az a segítség, amit kapunk a várostól is, hogy ennyire támogatja a szakosztályunkat, támogatja a sportágat. És hát ahogy bent tudunk maradni a vérkeringésbe, versenyrendezésben is, akár hazai versenyeket, 2-3-4-5 tusa versenyek szempontjából is, akár nemzetközi szempontból, hiszen az említett elismerő szavakat lényegében mi kaptuk közösen, akár az Öttusa Szövetség, akár a Székesfehérvár városa, akár a Volánfehérvár szakosztálya, hiszen az ebben az évben a legeredményesebb, legjobban megrendezett verseny címet nyerte el a junior világbajnokság. Így van, és az erről szóló oklevelet is, hogyha jól tudom, magával hozta elnök úr erre a bizonyos évzárásra. Ha már ezt említetted, akkor folytassuk is ezzel. Hogyan lehet jó öttusa világversenyt rendezni, és mitől jó egy öttusa verseny, hogyha mondjuk a versenyzők résztvevők oldaláról nézzük, milyen feltételeket kell biztosítani? Hát nagyon jók az adottságaink. Ugye Fehérvár egy lakható, élhető város eleve, nincsenek nagy távolságok. A verseny szempontjából, öttusa szempontjából most már ez egy célkitűzés, hogy minél kisebb helyen, kisebb távolságra bonyolítsák le a számokat egymástól. Ez itt nagyon adott. Nagyon jó a rendezőség, a versenyrendezőség, hiszen már azt mondhatom, hogy rutinosan, hiszen évről évre akár világkupát rendez Magyarország, akár kisebb-nagyobb nemzetközi versenyeket rendezünk, tehát már összeszokott gárda van, és mind a szövetség részéről, mind mondjuk itt Fehérvár részéről, és hát amit ahogy említettem, hogy a város részéről is minden segítséget megkapunk, lényegében megkönnyítik ebből a szempontból az életünket. Szervezésben, rendezésben, úgy általánosságban véve mennyit léptek előre az öttusa világversenyek, hogyha visszagondolsz a saját pályafutásodra? Hát változik, ugye eleve most már egy másik öttusáról beszélünk, mint az én időszakomban. Ehhez kellett mindenképpen egy kicsit akklimatizálódni, ezt én azt gondolom, hogy gördülékenyen meg is oldottuk, és hát egy plusz története az egésznek, hogy valahogy Magyarországtól mindig is egy kicsivel többet várnak el versenyszervezésileg, mint egy másik országtól. Nálunk nem néznek el a nemzetközi zsűri, nem néz el olyan dolgokat, amit mondjuk egy másik városban, másik országban meg simán elfogadnak. Úgyhogy mi saját magunknak rakjuk magasra a lécet állandóan. És ez vajon miért van, hogy szigorúbbak? Megszokták. Szerintem megszokták azt, hogy mi milyen magas színvonalon rendezzük meg ezeket a versenyeket, és hát ugye a magyarok egy vendégszerető nép, ezzel szeretünk is élni. És hogy vettétek észre, mekkora terhet rakott a fehérvári versenyzőkre az, hogy hazai pályán, hazai környezetben kell bizonyítaniuk? Hát én nagyon örültem neki, hogy volt két érem, és abban Volánfehérvár versenyzője is részt vett, hiszen Kalincsák Eszter mindenképpen ennek részese volt mind a két éremnek, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ilyen jó nyitánya és zárása volt ennek a versenynek. Igen, hát valóban, és egészen elképesztő érzelmek is törtek ki Eszterből, és hát elsők között gratuláltál. Igen, nagyon szurkoltunk neki, és nagyon örültünk, hogy ilyen eredmények lettek. És hát ez az a bizonyos sportdiplomáciai siker, amely meghozta a pozitívumokat ebben az esztendőben a Volánfehérvárnak és egyáltalán Székesfehérvárnak, meg úgy általában a magyar öttusának. Visszatérünk majd még az utánpótlásra, hiszen van miről beszélni, de hát azt gondolom, hogy kanyarodjunk rá Demeter Bencére, illetve Kovács Sacira. Egyáltalán hogy épül fel az olimpiász
terve, az olimpia utáni évben mi az, amit vártok ilyenkor, vártatok a versenyzőktől? Egyáltalán ez a 4 éves ciklus, ez hogyan épül fel számukra? Hát én az olimpiánként egy vacsora után, mikor lezárult a verseny mind a kettőjük számára, akkor én leültem velük lényegében egy hosszabbat beszélgetni, hogy ők mit szeretnének, hogy élték meg ezt az egész 2-3 napot, illetve hogy mit szeretnének a jövőben, illetve a következő olimpián. Jót beszélgettünk, azt kell, hogy mondjam, és úgy látom, hogy megfogadták, amit kértem, hiszen azt beszéltük meg, hogy ahhoz, hogy egy következő 4 évnek úgy neki fussunk, hogy sikeres legyen a következő olimpia, ahhoz már most ebben az évben úgy kell dolgozni, hogy meglegyenek az alapok, meglegyenek a kitűzött célok, az eredmények. És hát ez olyannyira sikeredett például Bencének, hogy a világkupákon eredményt eredményre halmozott, dobogón át szinte mindig, amikor elindult. Úgyhogy nagyon örültem neki, hát az Európa-bajnokság is negyedik lett. Úgy nem hozott egyén érmet, én azt gondolom, hogy egy ötusában, egy sportágban az 1-6 bárhol, bármikor egy nagyon jó eredmény. Függ egy lótól, függ egy olyan lövéstől, ami itt elég sok technikai történet van. Úgyhogy a VB-re sajnos azt kell, hogy mondjam, mind a ketten egy kicsit úgy elfáradtak. Nem úgy sikerült, de tanulnak ebből, és a következő évet ott folytatják, ahol előtte abba hagytuk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy hadsorba áll most már Bence is normálisan, hiszen azért egy kisebb, idézőjelben kisebb, de hosszabb felépülést igénylő műtéten esett át, és amennyire tudom, most már elkezdte az edzéseket. Jól tudom, elkezdte az edzéseket, és lényegében a maximális terhelést majd karácsony után lesz, amikor teljesen elkezdheti. Igen, az ő közös életükben, pályafutásokban, hogyha szabad így fogalmaznom, azért a kecskeméti világkupa forduló egy nagyon különleges esemény volt, hiszen minden éremből hoztak egyet, és mixben, vegyes váltóban ugye az aranyérmet hozták el Kecskemétről. Igen, ők nagyon szeretnek együtt váltóba indulni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak együtt szeretnek váltózni. Például, amit tudok, a Sacival nagyon szeretnek, bármelyik fiú versenyző simán szeretne indulni, mert annyira jó csapatember tud lenni, és annyira jó húzó ember, ami egy ilyen szempontból nagyon-nagyon elengedhetetlen, hogy siker legyen. Ugye Kaszaróvertel is ment mixváltó. Igen, az Európa bajnokságon és dobogón is voltak. Kovács Laci egyébként ezen a bizonyos évzáró vacsorán azt is kiemelte, hogy azért annak is örül, hogy sérülésmentesen meg tudta oldani ezt a szezont, és ezzel nyitotta gyakorlatilag az évértékelőjét. Korábban nem volt ez mindig így az ő esetében? Hát, hogyha visszagondolunk a 2014-es Európa-bajnokságra, ahol másfél héttel az EB előtt még kétséges volt, hogy most indul, vagy éppen műtik a manduláját, kiveszik, tehát akkor igen, őt mindig megtalálja egy ilyen, és viccesen szoktam mondani, hogy ha van valami kis apró húzódás, zúzódás a verseny előtt, akkor nagyon jó, mert jó formában vagyunk, mehetünk a versenyre, készen vagyunk. De a viccet félretéve, igen, ez volt a másik része, amit kértem egyébként az olimpia után, hogy most már egyre, ők sem lesznek egyre fiatalabbak. Úgyhogy mindenféle olyan karbantartást végezzenek el a verseny évad előtt, amit kell. Figyeljenek, ügyeljenek a testükre, hiszen őnekik ez a munkájuk, ez a munkaeszközük. Úgyhogy ez is jól sikerült, mint ahogy a Saci ezt ki is emelte. És azt ők is kiemelték egyébként szezon közben is, hogy nagyon inspirálják egymást, akár vegyes váltóban, akár hogyha egyéniben oda tudnak szólni egymásnak, miközben a másik éppen a páston van, vagy lovaglásra készül. De vannak-e ennek árnyoldalai, vagy olyan oldalai, ami nem feltétlenül szerencsés? Hát most milyen, együtt edzenek már évek óta, hogy másról ne is beszéljek. Mindig vannak az embernek jobb meg rosszabb napjai, őnekik is van, mind a kettőknek van jobb rosszabb napjai. Erről szerintem leginkább a csapattársak, edzőtársak tudnának sokat mesélni, hogy milyen tud lenni, mint bármelyik versenyző, és nem csak itt a Sacira, illetve a Bencére gondolok, hanem mindenkinek vannak olyan dolgai, és hogy az ember ránéz és látja, hogy na jó, hát akkor hagyjuk ma, mert jobban járunk mind a ketten, én is és ő is, hogyha nem feszegetjük a dolgokat. De egy profi versenyzőnek ezen túl kell lépnie, és hát haladni tovább afelé, hogy eredmény legyen. Van valamiféle kitűzött cél, vagy álom Tokió kapcsán? Erről beszélgettetek?
Én szerintem mind a kettőjüknek az a cél, hogy dobogón álljanak. Az, hogy melyik foka, az majd aznap fog kiderülni. Ez is egyfajta szerencsefaktor, hiszen az olimpián mindenki, aki oda kerül már a 36 versenyzőből, én azt gondolom, hogy férfiaknál egy 15-20, a nőknél egy 10-15 emberből bárki oda kerülhet az 1-3-ba. És az, hogy most hogyan sikerül az a nap, milyen lábbal kelnek föl, ez majd éppen aznap el fogja dönteni. Ezért is kértem azt tőlük, hogy minden ebben a 4 évben minél sikeresebbek legyenek, és sikert sikerre halmozzanak, hiszen akkor már megtanulják megélni ezeket a napokat, ezeket az érzéseket, és már nem lesz ismeretlen az olimpián, és már akkor ezt fel fogják tudni dolgozni. Könnyebben. Azért egy olimpián feldolgozni az esélyesség terhét nem egyszerű. Milyen egyébként manapság a mezőny 5 tusában? Mekkora szakadék van mondjuk az élmezőny meg a középmezőny között? Egyáltalán van-e? Nem azt mondanám, hogy szakadék van. Sűrűbb lett a mezőny mind a férfiaknál, mind a nőknél. Én azt mondanám, hogy ott van esetlegesen egy kis szakadék, hogyha valakinek nem olyan, mondjuk nincs jó napja, akkor egyébként mondjuk azt mondom, ha szombaton kerül megrendezésre a döntő, akkor lehet, hogy nyer, de mondjuk másnap meg már olyan úgy kell föl, hogy egyszerűen nem, és akkor már 20 környékén van. Tehát ott azért már van egy kis különbség. Úgyhogy én azt mondom tényleg, hogy az kell, hogy célirányosan menjenek előre, és tegyék a dolgukat. Ami Bence tesóját, Demeter Gergelyt illeti, ugye nevezve volt a kairói világbajnokságra, de végül az utolsó pillanatban nem utazott el, és hát nyilván ennek a folyamánya volt az a műtét, az a gyakorlatilag szívműtét, amit elvégeztek rajta. Ez első hallásra azért elég súlyosan hangzik. Hát igen, én azt gondolom, hogy minden műtét súlyosan hangzik, akár legyen akár milyen kicsi is, de főleg, hogyha az ember szívével van kapcsolatban, akkor az még inkább megrémíti az embereket. Ez egy kb. másfél éves történet volt, már orvosról orvosra, kórházról kórházra jártunk, akár Pesten, akár Szegeden, akár konzultáltunk Pécssel is, tehát így tényleg próbáltuk kivizsgálni, és végül is itt Budapesten találtunk egy olyan orvost, aki megtalálta ezt a plusz ideget, és így végül is megszüntették a problémát okozó idegvégződést, és így nincsen plusz beütés most már a szívnél. Tehát akkor a pulzus akár edzésen, akár versenyen most már stabil, igen. Tehát folytathatja, nincsen veszélyben. Nincsen semmi, ezért is volt nagyon fontos, hogy megtaláljuk. Kik azok, akik hát erősen bekopogtattak, vagy kopogtatnak az élmezőny ajtaján Saci és Bence mellett, és nekik hogy sikerült ez az esztendő? Hát én nagyon remélem, hogy a következő generációban akár egy Harangozó Bence, akár egy Málics István, akár egy Frőlik Tamás mindenképpen ott lehet, kicsit fiatalabbként Farkas Martin. Most azokról a versenyzőkről beszélek, akik tényleg indultak ebben az évben világversenyeken, és akár fiatal felnőttként, vagy akár juniorként vettek részt ezen. Ugye, ahogy említettem, például a lányoknál még Kalincsák Eszter nevét is, de hát lejjebb az utánpótlásban még lejjebb is vannak, hiszen akár egy Katona Bálint, aki most második volt az első olyan kvalifikációs versenyen, ami az ifjú olimpiára már pontot adott, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a következő évi kvalifikáción is akár stabilizálja, vagy akár személyre szóval meg tudja szerezni a kvótát, és kint fog tudni versenyezni majd ezen az ifjú olimpián. Igen, és ami a korosztályos versenyeket illeti, ugyan évzárót megtartottátok, de hát azért az élet nem áll meg, sőt. Sőt, folyik tovább, igen. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy most jelen pillanatban benne vagyunk a munkának a dandár részébe, hiszen az alapozás kellős közepén járunk. Ahogy említettem, az ifiknek egy kicsit ugye az olimpia miatt sűrűsödni fog az évelei versenynaptárja, hiszen ha jól tudom, akkor tavasz második felére már le kell zárni a kvalifikációkat. Lesz egy ifi VB, ami szintén kvalifikálni fog erre az ifi olimpiára. A junioroknak is kicsit sűrűsödik ezáltal a menetrendje, úgyhogy elég hamar el fog kezdődni a versenyszezon, hiszen január legvégén, utolsó hétvégén lesz a fedett pályás verseny Budapesten,
és onnan elindul a versenyszezon, a felnőtteknek pedig világkupákkal kezdődik az év, és hát július közepén 17-23 között itt Székesfehérváron kerül megrendezésre a felnőtt Európa-bajnokság, úgyhogy ismételten várjuk a nézőket. Erre majd még visszatérünk, de például az IFIK-nél Salga Gergő, illetőleg Kovács Eszter lett a legeredményesebb. Igen, Salga Gergő váltóban ért el nagyon szép eredményt, és Kovács Eszter például egyéniben a háromtusa Európa-bajnokságon harmadik lett, úgyhogy én nagyon örültem mind a kettőjük eredményének. Mind a kettőjüktől valahol lehetett erre számítani, de mind a kettőknek volt egy kis csavar így a felkészülésében, úgyhogy ezért is örültem nagyon, hogy végül is tudtak érmet hozni. Beszéljünk feltétlenül az öttusa, ha úgy tetszik, új szakágairól, vagy fejlődési irányairól, vagy kitörési pontjairól, hiszen az úgynevezett laser run is egyre inkább teret nyer, amelyben szinte rendeznek már világversenyeket. Világbajnokságot. Igen, már rendeznek. És milyennek a jelentősége, miért jó, hogy létrejött egy új szakág, milyen kvalitású, milyen versenyzőknek biztosít ez lehetőséget? Hát a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek volt egy elképzelése, hogy minél több országot megszólítsanak ezzel a fajta plusz versennyel, hiszen nem kell hozzá úszoda, nem kell lőtér, nem kell, vagy hát a lőtér kell, bocsánat, de nem kell vívóterem, nem kell lovarda, csak kell egy futópálya, meg egy lőtér, amit bárhol fel lehet állítani. Úgyhogy ez olyannyira sikerült, hogy akár Indiába, akár Afrikába is rendeztek olyan országokba versenyeket, ahol eddig még öttusa versenyeket nem rendeztek. Magyarországon most, amennyire tudom, 2019-ben elnyertük ugye a felnőtt világbajnokságnak a megrendezési jogát. Ez két dologért is nagyon fontos, hiszen az első, az olimpiát megelőző évnek már ez már kvalifikációs verseny lesz az olimpiára. 2020-ra Tokióra. Tehát ebből a szempontból a mi versenyzőink számára is nagyon fontos. Amit még elnyertünk ehhez a versenyhez, ezt a 19-es Razor Run VB-t is elnyertük, ami közvetlenül a világbajnokság után kerül megrendezésre. Ennek az is a célja, hogy azokból az országokból, ugye, akik jönnek majd erre a versenyre, és még nem láttak öttusát, ide tudnak jönni előbb, meg tudják nézni, hogy végül is ez a verseny miről szól. Én azt gondolom, hogy szépen lassan egyébként ettől függetlenül, hogy ki fogja nőni magát ez a verseny egy teljesen független versenyé az öttusa szövetség keretein belül. És ami még ugye a jövő esztendőt illeti, ugye világkupa forduló, majd Kecskeméten katonai és egyetemi világbajnokság, és amint azt már te is említetted, ugye Székesfehérváron az Európa-bajnokság. Hát itt nyilván, hogy egy picit visszatérjünk mondjuk Demeter Bencéhez és Kovács Sacihoz, azért a dobogó mindenképpen talán cél, de talán leginkább egy egyéni arany. Én nagyon remélem, hogy igen, benne van egy egyéni arany is. Ugye 14-ben Sacit mondjuk úgy, hogy majdnem, hogy csak egy kutya választotta el az éremtől, hogyha visszaemlékszünk erre a kicsit kacifántos lovaglásra, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultak azóta a versenyzőink ebből is, akár a többi versenyből, úgyhogy igen, én azt látom, hogy azért ők szeretnek itthon versenyezni. És valami, nem is tudom, mostanában volt egy olyan kérdés felém, hogy inkább nyomja a tét a versenyzőket egy hazai versenyen, vagy inkább használ. Én nagyon remélem, hogy használni fog, hiszen azt szeretném, és azt is mondjuk el a versenyzőinknek, hogy azért is jó itthon versenyezni, mert itthon mindent, mindenkit ismernek, ismerik a helyszíneket, otthonosabban mozoghatnak, megkapnak minden olyan plusz segítséget, amit esetlegesen külföldön nem tudnak megkapni, ugye például a rendezőktől, és hát azért nagy a közönségnek a szurkolása, az egy plusz olyan nagy segítség, ami akár be is lökheti őket egy célfotóval a dobogóra. Azért ezt mindenképpen jó volt látni a junior világbajnokságon, hogy a felnőtt volánosok azért ott ültek a tribünön, és szurkoltak igen. A magyaroknak, meg a volánosoknak. Hát igen, mindenki azért magáéknak érzi ezt a kis csapatot, amiben részesül. És akkor ez gyakorlatilag az idei esemény, a junior VB, azért bár akkor még ugye talán nem dőlt el, hogy Fehérvár rendezi a felnőtt EB-t, de akkor, már akkor ez gyakorlatilag egy főpróbának is beillett. Hát ennyire főpróbának, hiszen előtte, ahogy említettem, 14-ben felnőtt Európa-bajnokságot rendeztünk, szintén hasonló horderejű verseny volt.
Ami pluszt adott, én azt gondolom, ennek a junior VB-nek, amiért azt mondták, hogy ez lett az a verseny. Ugye azt ne felejtsük el, hogy abban az időszakban voltak pont a királyi napok. Úgyhogy egy akkora a nyüzsgésbe kerültek bele akár a versenyzők, illetve akár a szakvezetők, már maguk a nemzetközi ötös, a szövetségnek a vezető tisztségét betöltő emberei is, hogy le voltak nyűgözve. Úgyhogy ez mindenképpen mindenkinek egy nagyon jó propaganda volt. Szóval szeretik a bajnokok városát, a Fehérvárra érkező versenyzők. Hogyha egy év múlva, 2018-as évzáron kérdezünk majd téged, hogy mi az, amivel elégedett vagy, akkor mit szeretnél megmondani? Érmekkel mindenképpen, mindenféle éremmel, mindenféle korosztályból, és tényleg egy sikeres és sérülésmentes évnek lennék részese. Hát legyen így, ez mi sok sikert kívánunk, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa, köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!